Volt, aki a kis gyerekeivel érkezett, egy saját magánál is jóval idősebb, gyári állapotúra felújított autóval a hőgyészi találkozóra. Svédországba adódott az alkalom, megvettem, és mivel az időmből kitellett, így elkezdtem megcsinálgatni. És mikor készen lett, én nem terveztem, hogy hazahozom, de aztán mégiscsak úgy döntöttem, hogy egy másfél év munkája benne van, meg jól is sikerült, úgy gondoltam, hogy akkor hazahozom, és akkor ez itt marad nekünk. A helyi sportpályán több százan gyűltek össze, mindannyian a benzingőz és az égett gumiszak szerelmesei voltak. A résztvevők számára egésznapos programsorozattal készültek a szervezők. A felnőtt kitartó versenyen vállalkozóbb kedvű hölgyek is indultak. Sőt, még a legfiatalabbak is a volán mögé ülhettek. A találkozó célja a közös szenvedély megélése mellett a jótékonykodás volt, aki ugyanis megjelent az autós találkozón, pénzadománnyal segíthetett egy a településen élő nagybeteg fiút. Csontrák, beteg, 3 éve keletkezett ez az egész, csak annyi, hogy a szülők már nem bírták anyagilag, és így próbáltuk ezt összehozni, hogy valamit valamiért. Hőgyész polgármestere szerint amióta kiderült, hogy az egyik fiatal lakójuk beteg, és a családja segítségre szorul, mindenki összefogott értük. Én úgy gondolom, hogy kezd a település egy összetartó település lenni, és ha ilyen dologról van szó, mindenki oda teszi magát, amennyire lehet, és amennyire tudja. A szervezők néhány napon belül adják át az összegyűjtött pénzt, amihez Szekszárdról és Tamásiból származó felajánlás is érkezik.